Komoly játékos múltú támadóval igyekszik a Honvéd futballcsapata betölteni a Lanzafame Eppel űrt. A kispestiek a Paris Saint-Germain nevelés korábbi francia U-válogatott játékost igazoltak, aki 99 Premier League meccsén 12 gólt szerzett a Liverpool és a Bolton színeiben, játszott BL meccseket is. Úgyhogy ismerjék meg a már NB1-ben is góllal bemutatkozó David N'Gogot. Szia David, jó reggelt kívánok! Thank you. Köszönöm. Egy top csapatokat, nyugati top csapatokat is megjárt 29 éves volt francia U-válogatott támadó. Miért és hogyan választ egy magyar futballklubot magának? Well, as a professional, you profiként. Ugye az ember sose tudja, hogy mi következik be a pályafutása során. Számomra megtiszteltetés, hogy a Honvéd színeiben játszhatok. Ugye egy nagy múltú klubról van szó, és remélhetőleg szép teljesítményem lesz, örülök, hogy itt lehetek. David, mit tudtál a magyar futballról és az országról, mielőtt megérkeztél? Azt tegyük hozzá, hogy karriered során voltak olyan csapatok, ahol a keretben már találkozhattál magyar labdarúgókkal. Yes, well, igen, valóban. With some Hungarian player. Ugye játszottam már a múltban is magyar játékossal, és ugye a Debrecennel is összecsaptam még a Liverpool színeiben. De őszintén szólva nem tudtam sokat az országról előtte nem látogattam meg Magyarországot. Ugye a labdarúgását ismerem valamelyest. Tudjuk, hogy egyre jobbá válik a labdarúgás, és ezért is érdekes számomra, hogy ide jöhetek. És mit hallottál magáról a Honvédról, az új csapatodról, mielőtt aláírtál Kispestre? I know that it's a historical club. Tudom, hogy egy nagy múltú csapat. Tudom, hogy jó néhány jelentős játékos származott innen. Tudom, hogy szinte éves szinten részt vesznek az Európa Liga selejtezőiben. Úgyhogy számomra egy szép kihívás, hogy jó szezon tudhassak majd magam mögött. Korábbi magyar csapattársaidat, valamelyik magyar csapattársadat, akár mondjuk a Bolton magkapus Bogdan Ádámot, valakit megkérdeztél, tanácsot kértél, hogy milyen lesz Magyarország? No, not really. Nem igazán. I really went with my feeling on that. Voltak éppen az érzéseimre hallgattam, ugye az ügynökömmel, illetve a családommal konzultáltam. Really in touch with him anymore, de nem tartom igazán kapcsolatot már Bogdan Ádámmal, tehát nem kérdeztem meg őt. Clip of the team, ugye megnéztem különböző szállításokat, videószállításokat az egyesületről, ugye két évvel ezelőtt tudom, hogy megnyerték a bajnokságot, úgyhogy számomra ez egy érdekes váltás volt, de gyakorlatilag ennyi. És milyenek az első benyomásaid a magyarokról és a magyar labdarúgó NB1-ről? Well, it's good. Jó, jók a benyomások. The team is doing well. A csapat jól teljesít, ugye a szezon kezdete óta. Like I said, the és amint mondtam, egyre jobbá válik a labdarúgás színvonal erre felé. Láthatjuk, hogy mennyire új sportlétesítmény, edzőlétesítmény stadion található meg. Úgyhogy nagyon jó ilyen körülmények között játszani. És remélem, jó teljesítménnyel tudom majd segíteni a csapatot a győzelmek elérésében. Rögtön az első meccseden gólt szereztél csereként a Debrecen ellen. Milyennek érezted azt a 10 percet? The team was winning 2-0, and ugye már 2-0-ra győzelemre állt a csapat, én szereztem meg a harmadikat. Ugye értelemszerűen örültem, de a legfontosabb az, hogy győztünk hazai pályán. Ugye minden hazai mérkőzést megpróbálunk behúzni, és úgy tűnik, hogy ez sikerült is ezúttal. Nem tudom, egyébként emlékszel, hogy a Debrecennek korábban rúgtál már gólt Budapesten, a Bajnokok Ligájában még Liverpooli játékosként.
Igen, igen, emlékszem rá. Számomra ez egy nagyon kellemes emlék, ugye a Bajnokok Ligájában történt, és a Bajnokok Ligája labdarúgás esetében mindig óriási érzés, hiszen ugye minden labdarúgó erre vágyik. Számomra ez egy fontos találat volt, ugye 1-0-ra nyertünk, és a találatot én szereztem, úgyhogy igen, kellemes emlék, és emlékszem rá. Van olyan Liverpool fanatikus magyar barátom, aki a Manchester United elleni utolsó pillanatos gólodra emlékszik. Hát ugye te 63 meccset játszottál a Liverpoolba. Pályafutásod csúcsa volt egyébként? Mit gondolsz az a vörösöknél tartott időszak? Igen, hogyha visszagondolok erre, akkor nagyon sok kellemes emlék van, de ez egyik legmeghatározóbb. Ugye nagy mérkőzés volt Angliában, ugye egy klasszikus, egy rivális ellen, és 2-0-ra megnyertük, én pedig gyakorlatilag lezártam a mérkőzést az utolsó percben a találatommal. Úgyhogy gyakorlatilag ott voltak a szurkolóink, egyik legkellemesebb Liverpooli emlékem. Ha ránézünk a karrieredre, Paris Saint-Germain nevelés, vagy játszottál a nagy csapatban is, Pauléta égpárjaként, aztán a Liverpoolban 63 meccs, a Boltonban alapember voltál, volt a Swansea, aztán a Reims, Görögországban játszottál a Pannoniosnál, és legutóbb a Ross Countynál. Felvetődik a kérdés, hogy ez a karrier ez az elmúlt években lefelé tartott, és miért tartott lefelé? Ugye, mint mondtam, ugye kiszámíthatatlan, hogy a labdarúgásban mi következik be. Én a mindennapos munkámra próbálok összpontosítani. Ugye néhány döntést meghoztam. Egy évvel ezelőtt is egy hosszú sérülés akadályozott meg abban, hogy pályára léphessek jó pár hónapon keresztül. Ez nem volt egy könnyű időszak. Most viszont fizikálisan és mentálisan remekül érzem magam, és megpróbálok majd jó szezont teljesíteni, hogy Honvéddal is győzelmeket tudjunk aratni. 29 éves vagy, a Honvédnál újra építheted magad? Ez volna a célod? Tehát, hogy jöjjenek a gólok, és aztán jöhet majd ismét egy erősebb liga? For now I'm just focused on the present. Egyőre én csak a jelenre összpontosítok. Ugye fizikálisan készen állok. És mérkőzéseket szeretnék játszani. Benne szeretnék lenni a kezdő 11-be, ugye ez edző döntése, a szezon kezdetétől jól teljesít a csapat. És én csak abban reménykedem, hogy a csapat jó szezont fut, aztán majd meglátjuk. Mivel győztek meg egyébként a Honvéd vezetői? Gondolom, anyagilag kerestél már a mostaninál többet, szóval nem feltétlenül, vagy nem hiszem, hogy a pénz döntött Kispest mellett. Mi döntött a Honvéd csapata mellett? It's a win-win situation. Ugye egy olyan helyzet, ahol mindenki győztesként jöhet ki. Ugye én pályán szeretnék lenni, úgy gondolom, hogy ez egy jó projekt, egy jó csapattal. Nagyon kellemesen fogadtak a csapattársak, a keret többi része szint úgy. Az első napoktól kezdve nagyon jól érzem magam, úgyhogy egy nagyon ígéretes projekt. Természetesen megvannak a becsvágyaim, szeretnék magas szinten játszani, de egyőre napról napra haladunk, keményen edzünk, megpróbálok javulni, és talán meglátjuk, hogy hogyan fejlődök tovább. Szombaton a Ferencváros ellen játszottok, és a legnépszerűbb magyar csapat ellen látsz esélyt egy újabb David Gogh gólra. Most már 10 percnél többet fogunk a pályán látni? Meglátjuk. Mint mondtam, én fizikálisan jól érzem magam, készen állok a játékra, most már az edző kezében van a döntés, neki kell ezt meghoznia, tudom, hogy ez egy fontos meccs, jól kezdtük az idényt, és jól szeretnénk teljesíteni majd a szurkolóink előtt, úgy tudjuk, hogy a Ferencváros erős, és úgy lépünk majd pályára, hogy győzelmet arathassunk majd szombaton. Elégedetlennél a szezonnal, ha a Honvéddal érmes, dobogós helyen végeznétek?
Well, of course. Természetesen, yeah, igen. The target. Ugye ez a cél. I would be happy if the team do well, yeah, of course. Yeah. Örülök, hogyha bármi ilyesmit elér a csapat. Unokatestvéred a volt francia válogatott Jean-Alain Boumsong. Ezért is kérdezem, meg hát utánpótlás válogatott is voltál. Hol nézted és hol élted át a francia válogatott nyári világbajnoki győzelmét? Azt hiszem, hogy egy edzőtáborban voltam, voltak éppen Rigában, és barátokkal néztem egy bárban, egy étteremben, és nagyon örültem. Úgy gondolom, hogy óriási munkát végeztek, nagyon jó lelkülettel, nagyon jó csapatszellemmel, az edző is nagyon jól teljesített, úgy gondolom, hogy nagyon sok tehetség rejlik ebben a csapatban, és nagyon büszke vagyok, hogy ország részese lehetek, és nagyon büszke vagyok rájuk. Ki a kedvenced ebből a francia válogatottból? My favorite, well, a kedvencem, nos, mindannyian szerintem, as a striker, de csatárként Mbappé, I think he has Mbappé a good talent, and, számomra igencsak tehetséges, really promising player, és nagyon ígéretes játékos, ugye a Paris Saint-Germainben is játszik, ugye, és úgy gondolom, hogy nagyon jó, nagyon szép pályafutás vár rá. Itt Magyarországon a mi sportcsatornánk közvetíti a Ligue 1 mérkőzéseit. Paris Saint-Germain nevelésként követed a sztárklubbá vált párizsiak mérkőzéseit és sorsának alakulását? Yeah, not only Paris, but, igen, nem csupán a like párizsi mérkőzéseket, nem csak a PSG meccseit, hanem minden országban saját szívesen folyamatom, szívesen követem. A PSG ugye szépen teljesít mostanában, igen, csak erősek, nagyon jó a csapatuk, és nagyon érdekes, hogy megnézhetem, hogy játszanak. Szerinted mi kell még a PSG-nek a francia hegemónia egyeduralom mellett a bajnokok ligája áttöréshez, hogy eljussanak a döntőig? Az állomány erre alkalmas? A német edző Thomas Tuchel elég tapasztalt lesz ehhez? Well, I'm really far from it. I cannot. Ugye tőlem ez távol áll, én nem vagyok benne a mindennapjaikban, tehát nem tudnám megmondani. A good team to, de to úgy gondolom, hogy a csapatuk erős, and, meg tudják nyerni a bajnok ligáját is. Értelemszerűen a francia bajnokságot már vezetik, de az, hogy a bajnokok ligáját is megnyerik, talán egy kicsit szerencsés sorsásra is szükség van. Jó formában kell lenni a megfelelő pillanatban, úgyhogy sose lehet tudni, hogy mit hoz a sors. Értelemszerűen a verseny nagyon kiegyenített, de megvan az esélyük, igen. Mit tartasz egyébként a francia bajnokság a Ligue-n, ahol szintén játszottál, a Paris Saint-Germain mellett is, ugye a Reims színeiben, fő erősségeinek? Ez egy világbajnok ország bajnoksága. Mik a fő erősségei ennek a bajnokságnak? A fő erőssége a Ligue-nek az, hogy rengeteg a fiatal játékos, úgyhogy igen, csak fizikális, egyúttal technikás is, de sokkal több a fizikális mérkőzés. A csapatok nagyon szervezettek, nem könnyű a gólszerzés, úgyhogy színvonalas a bajnokság, egyre évről évre javul, és ugye, hogyha a PSG ugye emeli a színvonalat, akkor a többiek megpróbálják ezt tartani, úgyhogy nagyon érdekes itt játszani. Pályafutásod a Paris Saint-Germainből indult, a csúcsára, a Liverpoolba ért. Melyik csapatnak szurkolsz a Liverpool-Paris Saint-Germain mérkőzésen? Ilyen mérkőzés lesz, hiszen a bajnokok ligája csoportjában összekerültek. Well, this is interesting game. Igen, ez számomra egy nagyon érdekes mérkőzés, mindkét csapatban játszottam, ugye, a Paris Saint-Germain a hazai csapatom, úgymond, ugye, nekik szurkoltam fiatal koromban, ott nevelkedtem, úgyhogy közel áll a szívemhez. A Liverpool is a szívem részét képezik, három évet töltöttem ott, nagyon jól éreztem magam, nagyon jó időszakot tudhatok magam mögött, úgyhogy úgy gondolom, hogy a legjobb, a győztes csapatot fogom majd támogatni, neki fogok szurkolni. Kényelített mérkőzésre számítok, erős meccs lesz, de mindkét csapatnak szurkolok. És visszatérve a magyar bajnokságra, meg az előtted álló feladatokra,
olyannal számolsz, tervezel, hogy hány gól, gólpassz esetén lehetne a magyar NB1-ben az első szezonodat igazán sikeresnek nevezni? Ugye, hogyha támadó játékosok vagyunk, akkor megpróbálunk hatékonyak lenni, és megpróbálunk sok gólt szerezni, megpróbálunk ugye gólpasszok kialakításában is részt venni. De számomra a legfontosabb az, hogy a csapat győzedelmeskedjen, hogyha én gólt szerzek, az is jó, de a legfontosabb az, hogy a csapat legyen a nyertes. Hát akkor sok sikert neked a magyarországi pályafutáshoz, David. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Yeah, thank you. Én is köszönöm.